tengermély, tiszteletem, hölgyeim és uraim! Folytatjuk a csirkemellből készült ételek sorozatot. Szokásos módon egy pohár rizs, felhevítve mindenféle olaj nélkül. Azelőtt mindig tettem rá olajat, most nem teszünk. És hát itt a kettő pohár a víz for, amelybe beleteszek egy darab húsleves knor, nor húsleves kockát. Így belemorzsolom. Hú, gyerekek, megégette a kezem a gőz. Most belenyúltam a forró gőzbe, gyerekek, majd még abszermédést. Hát, akadályok vannak. Szóval pillanat alatt ugye ez feloldódik, és jó, múltkor ugye fölétettem a kezem, és forró gőz megcsapta a gyerekeket. Rendesen égési sérülést lehet szenvedni. Na most ezt a lobogásba levő forró vizet ugye ráöntsük a rizsre, és már is le is kapcsoljuk. Levisszük, ezt lekapcsolni. Levisszük a hőfokot ugye a minimumra. Újabb vizet teszek ide, ebbe erre szükségem lesz hamarosan, és felforralom. Oké, tehát csirkemell, jó, semmi gond vele, mindig megszagolom. Az a lényeg, hogy lebontom erről a csontról. Levesszük a bőrét. Oké. Tehát egyet már meg is pucoltam, hát így nézett ki, igaz? És hát ez lesz belőle, meg most van. És ezekről is ugye felesleget leszedjük, nem tároljuk. És hát előkészítem a következő ételekhez. A legfontosabb rész maga a hús. A csontrész, meg ami még marad rajta, ugye erről beszélek, egy zsiradékot amennyire lehet leszedni mindig. Ebből tudok csinálni stackot. Ugye a chicken stack, az a, amivel fel lehet önteni az ételeket, ugye kifőzött jól, csontlét, stb. Végülis. Jó, hát ezt nem is fogom annyira mutatni, mert ez nem is ide tartozik most ehhez a recepthez. Csak demóba ugye mutattam. Innen teljesen leszedjük az összes húst. Gyerekek, szabad nap következik, úgyhogy most majd tudok filmezni egy kicsit többet. Kellemes lehűlés van, nem túl nagy, de ma reggel például volt olyan 25 fok, nagyon kellemes nekünk. Meg az mindenkinek kellemes a 25 fok, ugye? Ez egy jó hőfok. És szél volt, és száraz a levegő. Na, még ezt megcsinálom. Most tehát itt az végeredmény, ugye megmosva minden, ezek a csontrészek, nyak, borda,
farhát ebbe a forró vízbe ugye beletesszük, és hát főzzük. És még mutatom, hogy mit rakok még hozzá. Egy darab hagymát. Gyakorlatilag bele lehetne tenni héjasló is. Nem nagyon szoktam. Volt már, hogy beleraktam héjasló. Egyetlenül akkor szebb színe van a lének, de itt most nem ez a lényeg. Gyakorlatilag ez most nem húsleves, ugye, amit készítek. Hát, csak belevágjuk. Itt a lére van a szüksége, a lére, a levére. Ja. Jó, rákamillázunk a rizsünkre, oda néz, már jó is. Ez igen. Gyönyörű. Lezárjuk, és fedő alatt tartjuk. Jó, itt van egy ilyen félig megkezdett paprikám. Nem nagyon vagyok oda ezek a zöld paprikákért. Annyira. Előbb mondtam, hogy szabad nap. Hát ez még nem a szabad napom. Ez. Most ébredtem fel, én éjszaka dolgoztam. Csak elő kell készítsek ételt. És holnap egy egész más dolgot fogok csinálni. Jó, ez belemehet. Na hát aztán így majdnem, hogy jó is. Egy kis fokhagymát is dobunk. Remélem nem unjátok, mutatom a teljes előkészületet. Legalább van némi fogalom, hogy különösen a fiatalok, hogy mivel jár egy ilyen. Sokszor azt szoktam mutatni, hogy emlékeztek, hogy mikor már minden megvan pucolva. Oké, na most fokhagyma, oda. És akkor ez is ide belejöhet. Főzni. Na most itt van egy kis maradék zellerszárom. Megmaradt az acskóba. És hát itt van a ilyen frissebb. Ennél annyit csinálok csak, hogy ugye ez itt lecsapkodjuk. Hát ezeket a részeket még mindig ugye el lehet használni, ezt visszarakom az acskóba majd. Hát veszem még egyet, leveszek. Ezekből a külsőkből, ezek ilyen eléggé ilyen, szóval hogy mondjam, erősebb az íze, zeller íz, mint mondjuk ami a belső szárakon van. Tehát karakteresebben fogja ugye megjelenni egyfajta zeller íz. Jó. Oké, szóval ugye? És nézd oda, itt vannak ilyen hibák, ezeket lecsapom minden a francba. Nem rakom így vissza a hűtőbe, jó. Na ez így már jó. Oké. Jó, miután ezeket is megmostam, ez is ide belejöhet. Wow! Ezeket az Évi választotta a Free Marketen. Mondom, nagyobbak nem voltak? Az ugye nem.
Na jó, megpucolom, legalábbis várja ezt. Az egyiket megpucolom. Pillanat alatt. Én szeretem a nagy répákat. Gondolom ezzel nagyon sokan így vannak, ugye? Szeretik a jó nagy répákat. Mert azt mondja az amerikai is, hogy a bigger is better. Tehát, hogy a nagyobb az jobb. Persze ez kizárólag a répákról van szó. Ugye? Nem, nehogy valaki, ha valaki esetleg valami másra gondolt, az szégyelje magát velem együtt. Főzünk. Jó? Na, hát ezt a részt megszabadulunk. Júj, ez fáj biztos neki. És hát valamennyit ebből is beleteszünk ebbe a főzőkébe. Csak az íz miatt, itt a feleségem utálja egyébként főtrépet. Jó? Öbritz. Én megeszek mindent. Én bevágom még a kanalat is, ha éhes vagyok. Jó, és akkor ezzel ugye a főzőlénket elkezdtük. De hát azért valami íze is legyen, igaz? Egy fél húsleves kocka. Hát egyet még hozzáteszek. Ízesítjük egy kissé. Meg még egyet. Nem roncsa el. Nincs diszpléjem, lemerült a régi telefonom. Most töltöm, majd aztán lesz belőle valami, remélem. Na, hát ez egy leves. Egy ilyen, akármilyen. Akárhogy is, de ez egy leves. Most megkezdjük a tulajdonképpeni ételünknek a hús részét. Ugye előkészítsük. Úgy döntöttem, hogy ezeket a részeket én itt, ezeket fogom csak felhasználni, amiket levágok. Ezt pedig megtartom más célra. Mert ennél, ezeknél a részeknél, majd meglássátok, miről van szó, mindegy, hogy néz ki, viszont ennél meg nem. Amit meghagyok, annál nem mindegy, hogy fog kinézni, mert ott számít a formája is a húsnak. Itt viszont ugye ez fel lesz darabolva, tehát ott mindegy. Yes. Így meghagyjuk a négy darabot, és az így pont elég is, arra, amire kell. Yes, ez így jó. Jó. Itt egy kicsit még veszünk le belőle. Vastagságból. Jó van. Ezt el is teszem innen. Oké, szóval mi a lényeg? Körülbelül ez a formátum legyen. Ugye. Hozba elvágom, keresztbe. És ez így már jó. Oké. Na, gyorsan. Oké.
egyszer. Nos, a következőt fogjuk csinálni. Tehát itt van a hús, ugye, meg van mosva. Egy evőkanálnyi, evőkanál, lapos, körülbelül az annyi. Én már úgy szemre azért úgy rá, akkor só, sóval finoman, finoman a sóval, jó. Egy olyan teáskanálnyi fehér bors, szintén egy teáskanálnyi fehér bors. Jó amónium szaga van. Ja, fehér bors. És 3-4 evőkanálnyi víz. Akármilyen furcsa, de víz. Jó, ezt elkeverjük szépen. És ezt egy olyan 10 percre, amíg a zöldségeket előkészítem, állni hagyom. Így, ahogy van. Oké, semmit nem csinálunk vele, félretesszük. Fűszereket is itt hagyjuk, mert szükségem lesz rájuk. Na, úgy látom, a telefonom is életre kelt, a régi. Van itt nekem maradékban. Én úgy hívom, újhagyma. Egyszer ez kell, nekem erre lesz szükségem. Megtisztítom. Nem oda való. A legszélső, legkülső, ugye a levél az általában ugye elszárad, a többivel semmi baj. Csak is így könnyen lejött, megmossuk. Majd ugye amilyen, hát így körülbelül ilyen, de nagyon vékonyra felszeljük, feldaraboljuk. Nem kell túl vékonyra. Körülbelül így látszik a méret, hogy milyen a kép jó. Igen, most már tudom nézni is. Ha eddig nem volt jó a kép, hát elnézést kérek érte. Nem volt diszplém, ez lemerül. Az öreg telefon. Most úgy néz ki, hogy minden főzés előtt majd fel kell töltsem, hogyha látni akarom, hogy mit csinálok. A diszplémben együtt maradt. Jó, egyszer ez megvan, igaz? Jó, félrehúzzuk. Na most a répa jön, érdekes dolog lesz. Ugyanis ezen a vékony szeletelőn, nem is tudom, hogy csináljam. Ja, hát egy marék nyit. De ezeket félbe kell vágjam, én úgy látom. Így marha nagyok. Jó, egy elég is lesz. Ja. Ezek marha nagyok így. Ja, elvágom félbe. Ez az. Így jó. Oké, ezeket is. Ja, ez a vastagság, ez nagyon megfelel. Yes. Alright. Ja, következő van ez a nagyon finom édes paprika. Magot kivesszük. És így. Ebben a formában, már ezt levágom a francba, ne legyen ez itt egyelőre, így, körülbelül, ja, ez így jó is lesz, tehát ilyen jó vékonyra, amilyen vékonyra csak tudod, feldaraboljuk ezt is.
Ezt is felhasználjuk. Gyerekek, itt semmi nem megy kárba, igaz? Jó, ez is megvan. Vágunk hozzá ebből a zöldből is. Ebből nem kell túl sok. Jó. Ennyi. Jó, és akkor itt van a már ugye megmosott gomba. Semmi baja. És hát ezt ugye ebbe az edénybe szépen összevágjuk. Gyerekek, az előkészületek sokkal tovább tartanak. Mégis most ezért is hagyom, meg hát valami legyen a videón, igaz? Hát, igaz, hogy túl sok kedve most nincs anekdótázni egy éjszakás műszak után és 4 óra alvás után. De remélem azért ezt most elnézitek nekem. Most igyekszem a nézésre koncentrálni ezúttal. Jó. Megemlítem a Fricit, az erdészéli kis házikó YouTube csatorna alkotóját, tulajdonosát, fenntartóját. Ez óriási dolgokat csinál ez a srác, gyerekek. Ez úgy ért a gombához, a tenyerém. De rám 20 méterről megmondja az, milyen gomba megy az erdőbe. Ez nagyon jó dolog ám. Valaki ennyire profi módon ért valamihez. Na most a gombát, azt nyugodtan így lehet csinálni. A hagymával lehet, mert külön az idő, itt az időzítéssel van a, ugye az eltérés majd. Alright, egyelőre akkor ennyi. Most visszarakjuk ide a húst. Nos, aki úgy dönt, hogy nem csak megnézte ezt a videót, hanem kedvet kapott hozzá, hogy elkészítse, most kezdjetek el figyelni. Tehát egy, és még egy pupos evőkanál. Cornstarch, kukorica keményítő, vagy itt valamilyen kemény, étkezési keményítő, nem tudom Magyarországon, mi a pontos neve. És ugye összekeverjük ezt az egészet ezzel a hússal. És az a célom, na most figyelj, hát egy kis vizet, hogy teljesen bevonja, hát ilyen massza-szerűen ezt az egészet. Oké. Okay. Kicsit sok lett a víz, nem baj. Akkor teszünk rá még keveset. Így körülbelül, ez így jó. Yes, megfelel. És egy kevés lisztet, egy jó evőkanálit. Így van. Most a jó Juli nem az, hogy elvesz. Oké, én is. Kisütjük. Lehet fokozni. Ami azt jelenti, hogy pillanatok alatt lehetett volna forróbb az olaj.
így van, ahogy. Mert egyszerűbb, ha beleteszek egy nagyobb adagot, igaz? Kétszerre ki tudom sütni. És akkor egy szét tudom szedni most már. Egyszerűbb. Stir fry-ba kellene csinálni, nekem nincs wokom. Mondtam múltkor is, hogy a hármat elégettem, a wokokat. Szóval lényeg, hogy ki legyenek sütve. Csak annyira sütjük meg, hogy éppen hogy ne legyen nyers. Jó? Hát ez a lényeg, hogy... Egy hibát követtem el, elmondom, nem volt elég forró az olaj. De nem baj, semmi baj nincs, csak tovább kell süssem. Mármint időben tovább kell süssem. Jó? Nem sütjük pirosra vagy barnára, hanem... Ez már készen van, elvileg. Kiszedjük. Jó, becsültem a másik felét is. Jó, előkészítettem egy kis babcsirát. Ott ilyen maradék kukoricadarab és vazett csesznat, tehát ilyen gesztenye. Ezek már meg vannak főve. És lereszelek egy gerezd fokhagymát mindössze. Jó, ez még az előkészületekből kimaradt. Alright, ezt félretesszük. Oké, megvan a második rész is. Na, tudod, hogy milyen sok lesz. Nem muszáj kicsöpögtetni az olajat belőle. Hoppá, itt egy darabit van. Oké. Na most a következő van. Van az a fajta megoldás, amikor nem olajban csinálod ezt, amit most fogok, hanem forró vízbe. Ugye a blansírozás. Csak forró vízbe rakod ezeket a nyers zöldségeket. De van az a változat, ugyanennél az ételni, meg lehet úgy is csinálni, hogy eleve forró vízben kezded ezt csinálni. De az eredeti változat az ez. Tehát ez van elterjedve, Kínában is. Ez a változat, hogy egy kissé, ugye megdíszteled ezeket a nyers zöldségeket. Jó lett volna, ha lett volna itthon ez a snow, nem is tudom hirtelen mi a neve. Tehát olyan zöld borsa, ami még benne van a hüvelybe, ami még van fejletten. Tudjátok, az régen, mikor mi ezt leszüretettük az zöld borsót, és rajta maradt a száron, ugye azt nem szedtük le, és kidobtuk. Hülyeség volt, mert azt el lehetett volna készíteni ételeknek is. Azt a zöld, amiben még csak a nagyon picike volt a zöld borsó, ugye azt fogtuk, kitépkedtük, azt disznók megették. Szóval ezt kicsit megpuhítjuk, előpuhítjuk ezeket a dolgokat itt. Jó, ez meg is van, fordulunk, egyrészt ennyi olajra nincs szükségem, a másik pedig az, hogy nagyobb edényre van szükségem, tehát ezt most innen áttesszük ebbe a nagyobbik edénybe. Kiszedjük, remélem látszik minden. Oké. Jó. Alright. Jó, eligazítsuk, azért olaj legyen alatta valamennyi. Ráteszem a egy gerezd fokhagymát is. Igen, beindult a dolog. Nagyon jó. Egy picit meghúzzuk a fokhagymát. Furcsa, ugye, hogy kínai kajába fokhagyma. Ez így volt. És ez nem tájkaja, ez kínai. Szóval a recept szerint. Igen, és most már rá lehet tenni a gombát. És az apróra összevágott ugye szárhagymát. Gyönyörűen összekeverjük, eldolgozzuk. Oké. Egy evőkanál kristálycukor.
durván egy evőkanál méz. Jönnek a meglepetések, ugye gyerekek? Kettő evőkanál. Egy, és még egy rizsecet. Rice vinegar. De jó illat van. Ezt átdinszteljük vele egy kicsit. Mondom, ez wokban lenne az igazi. De mondom, én három ilyen wokot elé. A wok nem jó erre a tűzhelyre. Ugye az arra jó, amikor láng van. Ugye, és így körbe veszi a láng. És akkor, ugye. Oké. Oké, na most. Innentől ugye sót nem raktam. Ugye, hát én gondolom egy olyan három, ja, egy, kettő és három evőkanálnyi szójaszósz. Na most innentől a te döntésed van, hogy még milyen fajta ízvilágot képzelsz. Például mondjuk lehetne most ananász belerakni, vagy narancsot, vagy egyebeket. Vagy itt van ugye már eleve az Asian Sweet Sour. Hát ez körülbelül majd annak fog megfelelni nagyjából, nem egészen. Én teriyaki ázsiai szószt fogok használni. Ebből mindjárt mutatom. Kicsit ilyen zselés. Hát egy ennyit. Mennyi ez van? 4-5 evőkanálnyi. Ugye teriyaki szósz használok. Gyerekek. És még teszünk rá egy kis kávés kanálnyi fehér borsot. Oké. Jó, engedett levet, de ez a lé, ez kevés az ételünkhöz, ezért most ebből a chicken stockból innen rámerünk ennyit. Jó. És elkezdjük összefőzni az ízeket. Na, mit szóltok hozzá, gyerekek? Alakul a dolog? Alakul. Alright, következő. Most már beletehetjük ezt a sproutot, ezt a babcsira, chestnut és hát pár szem kukorica. Ezek ilyen maradékok, de elhasználom, illetve ebből a babcsírás dologból még van nekem, abból egy levest fogok csinálni majd. Oké, egy pár perc eltelt, visszatesszük a húsit, ez az olajjal együtt természetesen. Jó kis kínai kaja lesz, gyerekek, mit gondoltok? És én úgy gondolom, hogy egy olyan 5 percig fogom főzni. Még egy lét teszek, még egyet. Jó. Így az így jó is. És ugye most, ami a húson rajta van, ugye ami rásült, az a ízek, a cornstarch, liszt, egyebek, ugye ezek most itt beleoldódnak. A hús átveszi a zöldségek, meg az egyéb fűszereknek a ízét. Egy 3-4 percről van szó. Ebben a pohárba beleraktam egy evőkanál kukoricakeményítőt és hideg vizet. Felkevertem, még egyszer felkeverem. Ezt hamar le tud ülepedni. És elkezdjük a besűrítését a szósznak. Ugyanis ez nem leves, ugye? Hanem ez egy ilyen
Ilyen szószos valami lesz. Jó, azt hiszem itt talán elég is. Meglátjuk, meglátjuk. Ha túl sűrűre sikerül, akkor még mindig van ott lé. Ugye? Lezárom. Yes, ott már lesz. Úgy látom, hogy jó lesz. Igen, ezt meg is tartom. Jó van, gyerekek, ez így jó. Egy-két perc, lezártam, és készen vagyunk. Ennyi. Tetszett a recept? És egy kis szünet után készen vagyunk. Itt a teríték, Éva asszony. Itt hon vagyok én. Működésbe lép. Elmondja a véleményet mindjárt. Mindjárt elmondom. Chinese. Finom. Kimondhatatlan neve van az eredeti receptnek. Finom, nem finom, sok finom változtatása. Na most, amire felhívom a figyelmedet, az az, hogy nézd meg a textúráját a mellehúsának, hogy milyen omlós. Pont az. Ez a cornstarchos, tehát a keményítős megoldás, hogy mennyivel, hogy mondjam, lágyabbá teszi a mellehúsát. Ugye? Meglepő. Jó. Meglepő, jó. Hogy... És ezt valaki be is írta nekem, és köszönöm is. Tényleg jó. Hogy keményítős vízbe kell beleáztatni a mellehúsát, és akkor omlósabb lesz. Hát gyerekek, ennyi volt. Köszönöm, hogy végignéztétek a videót. Hát mi szokás szerint sört iszünk. Maradunk tisztelettel. A bónusz videó az elmaradt, de le fogom venni, amikor elkészítem. Egy nagyon gyors leves lesz. És hát az majd egy külön videóként fog szerepelni. Addig is jó egészséget, sziasztok! Jani bácsi voltam, Floridából. Bye-bye!